Kozák Danuta számára nem kezdődött jól a brazíliai kaland, hiszen összeszedett Rióban egy komoly fertőzést. Ez egy olyan sportágban, ahol a felkészülés minden egyes perce számít, egyenlő lehetett volna azzal, hogy legyengült állapotban lemondhat még az érmes reményeiről is. Ő azonban megoldotta úgy is, hogy pokolian rossz állapotban volt. A nagy győzelem után érthető volt a rekorder boldogsága. Én arra készültem, hogy itt az utolsó centig kell küzdeni, mint a párosban, szerintem az a normális, hogy az ember kihajtja magát. Tényleg örülök, hogy meg tudtam azt csinálni, amit gyakoroltunk, kihajtottam magam, úgyhogy boldog vagyok, hogy most már itt voltam tényleg max erővel, lélekkel, szívvel, mindennel. A statisztikákat rátok bízom. Storz Botond, a válogatott szövetségi kapitánya nem gondolta volna, hogy a fertőzés után ekkora fölénnyel nyeri egyes versenyszámát Kozák Danuta. Az állapotát tekintve igazán nem volt reális, viszont ha azt nézzük, hogy tegnap már az előfutamban, illetve a középfutamban 1,4 másodperccel ment a legjobb időt, akkor meg abszolút az volt. Ugye Danuta most 501-esben megvédte a londonit, mellé még a 500 páros is megvan, 504-es is, tehát per pillanat ő mint 3-500-as számban a olimpiai bajnoki címnek a tulajdonosa. Fantasztikusan szerepelt át a magyar csapat, aminek a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is nagyon örült. Ez is fantasztikus már eddig, ugye mi mindig elégedetlenek tudunk lenni, sokszor elégedetlenek, de már ez egy óriási szereplés, én azt gondolom a magyar csapat szenzációsan hozzátett ahhoz, hogy egyébként itt a külföldiek arról beszélnek, hogy fantasztikus a magyar csapat. Kimagasló, amit a magyarok nyújtanak Rióban, még 3 napig gyarapíthatják érmeik számát a sportolók.